Ez a Hírek Plusz, a Szolnok Televízió reggeli híradása október 29-én pénteken. Köszöntöm nézőinket! Jó tanácsokkal látják el a temetőbe látogatókat a rendőrök, sőt szórólapot is osztanak. Napról napra egyre többen kilátogatnak a Kőrösi úti temetőbe. Erre a pár napra fokozott figyelmet fordít a rendőrség is, tájékoztatott Vojter Szabó Zita. A Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője arra kéri a lakosságot, hogy a megszokottnál is jobban ügyeljenek értékeikre. Mint az egész országban, így váraton Jász-Nagykun Szolnok megyében is ezen a hosszú hétvégén nagyon erős gépjármű, illetve személyforgalomra lehet számítani. Ezért aztán kollégáink igyekeznek mindent megtenni annak érdekében a polgárőrökkel közösen, hogy azokon a csomópontokban, kereszteződésekben, illetve azokon a főutakon, ahol nagy forgalom várható, a forgalomnak a gördülékenyét, tételét biztosítani tudják, tehát hogy mindenképpen biztonságban mindenki megérkezzen. Nagyon fontos, hogyha a gépjárművel érkezik valaki, vagy hosszabb útra indul, hiszen a hozzátartozó egy távolabbi helyen van, mindenképpen a jármű biztonságára, hogy az rendben legyen, hogy jól működjenek a fényszórók, hogy tényleg tiszta szélvédővel, oldalablakokkal induljon el, hogy indulás előtt mindenki, tehát az utasok is használják a biztonsági övet, ez rendkívül fontos. Menet közben a sebességhatárok betartása. Az nagyon fontos, hiszen most már az őszből lassan megyünk be a télbe, megváltoznak az útviszonyok, a látási körülmények. Különösen, hogyha már kezd sötétedni, vagy akár éjszakai órákban közlekednek, hogy mindenképpen egy olyan tempóval közlekedjenek, ami biztonságos, és hogyha megérkeznek biztonságban a temetőhöz, ott egy olyan helyen parkoljanak le, ahol nem akadályoznak, nem okoznak forgalmi akadályt. Én nagyon tanácsolnám azt, hogy akár valaki szálljon is ki a járműből, és segítse a hátramenetet, hogy az biztonságos legyen. Nagy véletlenül egy-egy gyalogos vagy kerékpáros, aki épp ott szeretne keresztbe menni, hogy nagy véletlenül baleset történjen. A kerékpárosokra vonatkozóan hiszen ilyenkor nagyon sokan felpakolnak vödrökkel, virágokkal, öntözik a virágokat, elég sok mindent tesznek a kerékpárra, a hozzátartozók segítsenek be, hogy az idősek tényleg ne ott egyensúlyozva, nagy véletlenül elessenek, tehát hogy mindenképpen ők is biztonságosan ide tudjanak érkezni a temetőhöz, és maga a kerékpár is biztonságos állapotban legyen, mint az autóknál is, hogy legalább az első hátsó lámpa jól működjön, jól működjenek a fékek, és én nagyon ajánlom, mert nagyon sokszor látjuk, hogy nappal ugyan, amikor megérkeznek, még jók a látási körülmények, illetve erre a hétvégére szép időt mondanak, de bizony délutánra, este felére, mire végeznek, már el kell sötétenni, hogy vigyenek magukkal egy láthatósági mellényt, vagy egy karpántot, vagy akár olyan ruházatot, ami visszaveri a fényt, vagy egy kicsit világosabb, hogy jól észlehetőek legyenek, mert mindenképpen fontos az ő jó láthatóságuk a saját biztonságuk érdekében. A temetőben, hogyha lehet, akkor ne kerékpáron ülve közlekedjenek, hanem tolják azt, és a gyalogosokat kérem, hogy mindenképpen figyeljenek, tehát ott, ahol épp közlekednek, arra figyeljenek oda, hogy nagy véletlenül összeütköznek akár egy kerékpárossal, akár pedig egy személygépkocsival, mert ugye ilyenkor megengedik, hogy behajtsanak járművel a temető környékére, hogy még véletlen se történjen ütközés. Tehát minden jármű kategóriától, gépkocsisaktól, kerékpárosaktól, illetve gyalogosoktól is kérem, hogy mindenképpen fokozottan és odafigyelve egymásra, természetesen a rendőrség, a polgárőrökkel közösen mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy tényleg ez egy biztonságos hétvége legyen. Nyilvánvalóan ilyenkor a temetőbe kerékpárral, gépjárművel, illetve tömegközlekedéssel érkeznek az emberek. Balesetmegelőzési szempontból már hallhattuk a tanácsokat, de nagyon-nagyon fontos, hogy vagyonvédelmi szempontból is figyeljünk az értékeinkre. Tömegközlekedési eszközön elsősorban a zsebeseknek a jelenlétére kell figyelni, tehát éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a pénztárcákat, az értékeket, kártyákat, ezeket ne a kabát külső zsebébe, vagy mivel most jó idő van, ne a farmer nadrág, illetve a nadrágnak a hátsó zsebébe helyezzék, hiszen így nagyon-nagyon könnyen gazdát tud cserélni az általunk oly nagyra becsült érték, és utána csak a rendőrségi eljárás és mindenféle papírmunkát, illetve bürokráciát kell elszenvednünk. A másik nagyon fontos, amikor kerékpárral érkezünk ugyebár a sírkertekhez, hogy ne hagyjunk rajta olyan jellegű mozdítható értékeket, mint például vannak a mobillámpák vagy a kilométeróra számlálók. Ezeket, hogyha lehet, akkor inkább helyezzük a táskába. A gépkocsi utasterébe se hagyjunk semmiféleképpen értékeket, így táskát, tárcát vagy akár kabátot vagy kulcsomót sem. Ezeket helyezzük a csomagtartóba, illetve a kesztyűtartóba. Ha vásárolnak esetleg a piacon, a virágárusoknál vagy kint a temető környékén, akkor nagyon fontos, amire fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy a kosárnak a tetejére, vagy a táskának a tetejére semmiképpen ne tegyék a pénztárcát, hanem ezt mindig zárják el, hiszen onnan könnyen elemelheti az, aki könnyen elemelhetik.
gépkocsi, kerékpár, gyalogos közlekedés már érintve volt. Nagyon-nagyon fontos, hogy amikor a temetőbe kilátogatnak, akkor a táskájukat ne hagyják ott a sírokon felügyelet nélkül, még akkor sem, hogyha csak egy pár percre mennek el a közeli kútra a vízért, hiszen szintén nagyon-nagyon gyorsan szemet tud szúrni a könnyű préda a tolvajoknak, és másodpercek alatt megszerzik azt. Természetesen a kollégák járőröznek a temető környékén, arról már egész biztos volt szó, hogy a közlekedésben a forgalmat segítik, a temető környékén pedig a nyugalmas megemlékezés biztonságát. Arra kérünk mindenkit, hogy figyeljen az értékeire és a vagyontárgyaira, amennyiben pedig bűncselekmény áldozatává váltak, akkor tegyenek bejelentést a legközelebbi rendőrségnél vagy rendőrnél. Minden szentekkel, halottak napjával kapcsolatban a megemlékezés talán legfontosabb kelléke minden esetben a mécses, illetve a gyertya, és általában ebben az időszakban ezek szokták a problémákat okozni. Én arra szeretném felhívni az emberek figyelmét, hogyha kiérkeznek a temetőbe, előtte mindenképpen tisztítsák meg a sír környezetét, hogyha gyertyát gyújtanak, mécses gyújtanak, hiszen egy adott esetben leeső, lehulló, égő, mécses akár meg tudja gyújtani ezeket az egyébként éghető anyagokat. Figyeljünk arra, hogy a mécsest olyan helyre helyezzük, hogy a környezetében ne tudja meggyújtani az éghető anyagokat, például akár adott esetben a koszorúkat, és ezzel elkerülhetőek a temető tüzek. És abár nagyon szép, hogy több ezer mécses a félhomályban egyszerre világít, mi mégis azt szeretnénk kérni, hogy ha elhagyjuk a temetőt, akkor oltsuk el a mécseseket, hiszen a felügyelet nélkül hagyott nyílt láng az egyik legveszélyesebb. Ugyanígy nagyon sokan az otthonokban is meggyújtják a megemlékezés gyertyáit, ezekkel kapcsolatban is hasonlókra szeretnénk felhívni a figyelmet, tehát legyen mindig tűzálló alátét a mécses alatt. Figyeljünk arra, hogy éghető anyaggal ne érintkezzen, például ne legyen függöny vagy terítő közelében, és természetesen, ha kilépünk a szobából, minden esetben oltsuk el, fújjuk el a mécsest. Az utóbbi időszakban nagy divat szokott lenni a halloweeni töklámpás faragása. Ezzel kapcsolatban is az lenne a legfontosabb, hogy a töklámpást olyan helyre helyezzük, ahol stabil alapzata van, tehát nem borulhat föl könnyedén, illetve a mécses mellé ne helyezzünk más éghető anyagot, mert ezzel a lámpás ki tud gyulladni. Jó alternatíva tud lenni a hagyományos mécsesek helyett a ledes mécsesek alkalmazása. Ezek pár száz forintért megvásárolhatóak, cserébe pedig jóval biztonságosabb nyílt lánggal működő társaik. Csaknem 600 négyzetméteres új gyártócsarnokot épít a faipari és papíripari ragasztókat gyártó tisztán hazai tulajdonú szolnoki Szolvegy Kft. Az idén 30 éves családi vállalkozás a kormány beruházás ösztönző programja keretében jutott forráshoz. György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a tegnapi gyárbejárás során elmondta, 210 milliárd forint jut technológiaváltó programokra, mintegy 1700 vállalkozás esetében. A ragasztás szilárdságát mérő speciális eszköz a Szolvegy Kft. Laboratóriumában. A fa- és papíripari ragasztókat előállító gyár nagy utat járt be, míg garázslaborból saját telephelyen rendelkező gyártóbázissá nőtte ki magát. Hónapra pontosan gyakorlatilag 30 éve alapítottuk, akkor lényegesen kisebb léptékben egy garázsban dolgoztunk. Most ezen a szolnoki telephelyen 35 munkatárs gyárt éves szinten 3000-3500 tonna ragasztót. Gyakorlatilag ezzel nem csak Magyarország, hanem Közép-Európában is megkerülhetetlenek vagyunk a faipari és a papíripari ragasztók területén. Természetesen a piacunk jelentős része Magyarország. Exportálni a legtöbbet Romániába exportálunk. A környező országokon kívül azonban vannak szállításaink Németországba, Belorussziába, illetve ennél távolabbi területekről is vannak érdeklődések, de azok a távolság miatt már kevésbé elérhetők a számunkra. Igazgató úr, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és nagyon megtisztelő számomra, hogy egy olyan magyar tulajdonú vállalkozásnál számolhatok be a technológiaváltó beruházás ösztönző támogatási programunk eredményéről, amely idén 30 éves, és nem csak termel, nem csak munkát ad a szolnokiaknak, hanem innovál is, a jövőbe fektet, és amikor a beruházásairól dönt, akkor hosszú távon tervez,
szem előtt tartva a munkahelyek stabilitását, és azt, hogy olyan munkahelyeket teremtsen, hozzon létre, amelyek nagy hozzáadott értéket képesek teremteni. Ügyvezető igazgató úr külön kiemelte az innováció és a fejlesztés fontosságát, amely a vállalkozásnál zajlik. Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak arról, hogy Magyarországnak sikerült a sikeres oltási stratégiájának köszönhetően, a sikeres keleti nyitásnak köszönhetően, amelynek eredményeképpen nekünk volt vakcinánk akkor, amikor még az Európai Unió többi országának nem volt. Tehát nekünk sikerült elsőként újraindítani a gazdaságunkat a koronavírus válság után. És azért, hogy a magyar vállalkozások divatos szóhasználattal élve a kanyarban tudjanak előzni, nem csak a gazdaságvédelem idején adtunk nekik beruházás ösztönöző támogatásokat abban az esetben, ha megtartják a munkahelyeket, hanem új munkahelyek teremtésére, a technológiájuk fejlesztésére és a munkahelyek megerősítésére az Európai Unióban elsőként indítottuk el a gazdaságunk újraindítását segítő beruházás ösztönöző támogatási konstrukciónkat. Ráadásul egy akkora akcióval jelentkeztünk, amelyre korábban nem volt példa, 210 milliárd forint beruházás ösztönző támogatásban részesülnek a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások az úgynevezett technológiaváltó program keretében. Több mint 1700 vállalkozás jut most ebben a programban forráshoz. Az a célunk, hogy segítsünk nekik átevezni a jövőbe, ugyanis ezek nem ingyen pénzek, amit most a vállalkozóink kapnak, ezek komoly feltételekhez kötöttek. Minden vállalkozásnak végre kell hajtania azt a beruházást, amely a digitalizációs szintjét emeli, amely a jövő technológiáit bevezeti ezekre a munkahelyekre, és ráadásul a magyar gazdasági növekedés üteménél kétszer gyorsabban kell tudniuk növekedni ezeknek a vállalkozásoknak, ahhoz, hogy megtarthassák ezt a támogatást, egyéb esetben pedig vissza kell fizetniük. Szeretnék még egyszer gratulálni a sikeres pályázathoz, szeretnék gratulálni a kapacitásbővítéshez, szeretnék gratulálni az elmúlt 30 évhez, és még legalább 30 évet kívánok önöknek itt Szolnokon. Kedves nézőink, önök a Hírek Pluszt, a Szolnok Televízió péntek reggeli hírműsorát látták. A nap legfrissebb híreivel 19 órakor majd az Aktuálisban várom önöket. További szép napot kívánok!